Üdvözlöm Önöket! Karácsonyi terítési tippeket fogok most bemutatni Önöknek. Ahhoz ehhez való eszközöket a Tesco karácsonyi kínálatából válogattam össze. Én először az asztal közepét szoktam meghatározni. Ehhez egy karácsonyi díszt szoktam használni. Majd ezután következik, fölrakom az asztali terítéket. Most egy alapterítést fogok felrakni, amely abból áll, hogy a kést a tányér jobb oldalára helyezem, mellé helyezem a kanalat, és a tányér bal oldalára a villát. Amennyiben az ünnepi vacsorához előételt is kínálunk, abban az esetben az előételes kés a kanál jobb oldalára kerül, az előételes villa balra a fő étel villája mellé. Miután az evőeszközök az asztalra kerültek, a következő lesz a vizes pohár, amit fölteszek. A vizes poharat a kanál fölé 2 centivel fogom elhelyezni. Ezután következhetnek a boros poharak, amit a kés hegye fölé helyezek. És ha már boros pohár van fönn, természetesen egy jó bor is dukál az asztalra. Az étel mellől nem hiányozhat a fűszer sem. És egy kis díszítéssel még szebbé teszem az asztal képét. Meghajtom a szalvétát. Ezt a meghajtott szalvétát akár a villa mellé, akár a tányérra is helyezhetjük. Én a tányérra szoktam. És ezzel el is készült az egyszerű karácsonyi terítékünk, amit otthon Önök is elkészíthetnek. Most egy karácsonyi 4 személyes terítéket fogok feltenni az asztalra. Elsőként a lapos tányérral kezdek. Majd a lapos tányérokra a mély tányérokat fogom elhelyezni. A következőben a kést fogom feltenni az asztalra. Arra ügyeljünk, hogy a kés éle a tányér felé mutasson, és ezt a tányértól jobbra helyezem el. Eztán következik a kanál, amit a kést mellé fogok felhelyezni az asztalra. Most pedig a villa következik, amit a tányér bal oldalára fog helyezni. Amennyiben előétel is szerepel a menüsorunkban, ugye az előételes tányért a villa bal oldalára helyezzük. A vizes poharakat a kanál fölé fogom elhelyezni. A következő, amit az asztalra fogok tenni, az a boros pohár, amit a kés hegyétől egy picit balra fogok elhelyezni. Ezután következhet az asztal díszítése. A következő, amit az asztalra teszek, a fűszer. És díszítem az asztalt. Én teszek egyet középre, karácsony lévén angyalkákat helyezek az asztalra. És legvégén felrakom a szalvétákat.
Asztal díszeként a karácsonyi hangulat. Értekében gyertyát teszek az asztalra. Ezt a terítéket egy háromfogásos karácsonyi menühöz állítottam össze önöknek. Az eszközöket a Tesco kínálatából válogattam. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok!